A Heves megyei rendőrfőkapitányság megyei baleset megelőzési bizottsága idén is csatlakozott a Látni és Látszani elnevezésű közlekedés biztonsági kampányhoz. Ebben a balesetmentes közlekedés érdekében a látás és a láthatóság kiemelt fontosságára hívják fel a figyelmet. Az akció október 17-én indult és december 4-ig tart. A rendőrség ellenőrzi az autósok világító berendezéseit, és azt is, hogy betartják-e a vezetők a jogosítványukba bejegyzett korlátozásokat. Ellenőrzik a kerékpárosokat is. A kampány keretében november 4-én lesz egy úgynevezett Light Friday elnevezésű akciónk, illetve programunk. Itt Heves megyében, Egerben, illetve a többi rendőrkapitányság illetékesítettén egyaránt megrendezésre kerül ez a program. Ennek keretében kimondott a láthatóságot biztosító eszközöket fogunk átadni ingyen és bérmentve azoknak, akik meglátogatnak minket ezen a napon. Az akció keretében a járművezetők térítésmentesen megvizsgáltathatják a járművük láthatóságáért felelős alkatrészeket a kampányhoz csatlakozott szervizekben. Sok esetben okoz balesetet, ha nem világít az autók egyik oldali lámpája, de az is, ha párás az ablak, vagy nem jól töröl az ablaktörlő. Magyar Autóklub úgy vesz részt ebben az akcióban, hogy a járműveket teljes körűen átvizsgálja, a világítási rendszereket, fényszórókat. Ebbe beletartozik a hátsó világításoknak, körlámpának a vizsgálata is, illetve ellenőrizzük a szélvédőknek a repedését, kőfelverődését, ellenőrizzük a folyadékszinteket, a téli ablakmosó szinteket, és még egy dolgot, ami nagyon fontos, ellenőrzünk, a gumi abroncsoknak az állapotát. Mag István elmondta, problémát okoz, hogy az autók vezetők nem javítatják időben a bemattult fényszórót, és nem veszik észre, hogy a beállítatlan futómű miatt elkopik a gumiabroncs. Több esetben ledes fényforrást szerelnek olyan fényszórókba, amelyekben nem szabadna. Az országos akcióban optikák is részt vesznek, ezeket felkeresve díjmentes látás ellenőrzésre és hasznos tanácsokra jogosultak a vezetők. Minden üzletünkben várjuk a kedves pacienseket látás ellenőrzésre, látás vizsgálatra, ami most díjmentesen történik. Hontvári Néslamko Edina elmondta, a látásvizsgálatra előzetesen is bejelentkezhetnek a páciensek.